A szomszéd kutyája a nyílt utcán támadta gyerekekre, akik saját otthonukba menekültek. A rendőrség és a mentőszolgálat azonnal a helyszínre sietett, de mivel a kutya továbbra is szabadon járkált az udvarban, nem tudtak bemenni a házba. Egy rendőrnő az ablakon keresztül jutott be, és elsősegélyben részesítette a gyermekeket. A mentőszolgálat emberei az eset után csak egy óra elteltével tudták őket a gyermekkórházba szállítani, ahol szakszerű ellátásban részesültek. Karlócán nem működik olyan szolgálat, amely a kutyák befogásával foglalkozik. Az újvidéki zóhigiéna nem volt hajlandó beavatkozni, mivel az eset másik községben történt, így ez nem tartozik a hatáskörükbe. Az illetékesek elvégezték a helyszínelést, a rendőrség pedig büntető eljárást indít a kutya tulajdonosa ellen, mások biztonságának veszélyeztetése miatt.